Sziasztok! A Storygelleről jelentkezünk, mellettem az éjjel-nappal Budapest sztárja Regi. Szia Rita, aki egyébként Rita, mindenki tudja. Szia Rita, hogy érzed magad? Köszönöm szépen, nagyon jól egyébként, nagyon sok új élménnyel gazdagodtam. Igazából életemben ez a második Storygellem, amin részt vehetek. És hát tök jó, mert néztem kint, milyen ruha van, ki hogy érzi magát, és hát tök jó itt együtt lenni a csapattal, és megünnepelni az egyéves születésnapunkat, ugyanis egy éve megy a sorozat. Gratulálunk hozzá, mi is mindig nyomon követünk titeket. Nagyon-nagyon csinos vagy, és a te ruhádat hogy sikerült kiválasztani? Igazából én maximálisan annak vagyok a híve, hogy egy nő akkor is lehet nő, hogyha nem egy nátszávékony típus, mint például én, és így főleg a 20-as éveket próbáltam meg becélozni. Ez a letisztult, egyszerű, ízléses ruha és ékszer terén. Úgy vagyok vele, hogy egy egyszerű ruhát, mondom, tényleg egy nagyobb ékszerrel, vagy egy nagyobb sminkkel, vagy egy hajjal tök jó fel lehet dobni, és akkor nem kell az, hogy minden hangsúlyos legyen, hanem csak egy-egy dolog. És hát én ezt próbáltam követni. Rita, titeket is jelöltek díjra, ha jól tudom. Mennyire vagy csalódott, hogy nem kaptatok díjat? Nézd, megmondom őszintén, hogy abszolút nem vagyok csalódott, ez lehet, hogy ilyen rosszul hangzik, de nekem ez az egy év, és ez tényleg mondhatom, hogy ez nem színészkedés. Ez az egy év egy iszonyatos nagy fordulópont volt az egész életemben, és olyan emberekkel ismerkedhettem meg, és olyan stábban dolgozhattam együtt, akik szerintem világszínvonalon megállnák a helyüket, és én ezért hálás vagyok, és hogy az, hogy most itt kaptunk-e díjat, vagy nem, az nem számít, hanem hogy itt vagyunk együtt. Tényleg. Rita, te vagy az a sorozatban, akit mindenki nagyon szeret, többek között egyébként én is. Az életben is ilyen vagy egyébként, hogy mindenkivel nagyon jóba vagy, mindenkinek igyekszel így megfelelni, sok barátod van? Igazából nagyon sok barátom van, kevés igazi barátom van, de ők nagyon mellettem állnak mindig. Ami maximálisan megegyezik Reginával, az az, hogy anyáskodó vagyok, ez a tyúkanyó típus, és ezt tudom, hogy néha biztos, hogy egy-két embernek idegesítő lehet, de ilyenkor mindig megkérem, hogy szóljanak, ha már túllövök a célon. Jámbor ember vagyok, nehéz velem összeveszni, és igazából szeretem az őszinte embereket, tehát, hogy így helye közel Regina vagyok. Abban a pillanatban, amint megszületik mondjuk egy konfliktus, inkább álljunk bele és oldjuk meg. Tehát én mindig azt mondom, hogy nem feküdhet le két ember úgy, most teszem azt egy pár, vagy egy barát, vagy bármi egy este alatt, úgy, hogy ne legyen megoldva az a probléma. Tehát nem lehet az, hogy úgy keljek fel, hogy valami nyomja a lelkemet azért, mert tudom, hogy nem oldottam meg azt a problémát. Ebben akkor nagyon hasonlítunk. És itt fogtok most szórakozni, mentek tovább esetleg bulizni, vagy itt töltitek az estét a srácokkal? Igazából szerintem ez még maximálisan képlékeny, tehát hogy még én sem tudom, hogy mi lesz, a többiekkel majd ezt megbeszéljük. Egyelőre nagyon jól érezzük magunkat, meg feltérképezzük a terepet, meg kicsit élvezzük ezt az új dolgot, ami itt fogadott bennünket. Hát aztán még az is lehet, hogy reggelig itt fogunk táncolni. Akkor én jó szórakozást kívánok nektek, és köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen, és nektek. Köszönjük. Köszönjük.